Izgatottság nélkül mosolyogva várták a magyar érettségit a diákok a Ciszterci Szent István gimnáziumban. Elérkezett az idő, hogy számot adjanak tudásuk egy részéről. A 9 órás kezdés előtt így nyilatkoztak nekünk az érettségizők. Én a legjobban, hogyha novellát adnának, és azt tudnék elemezni, mert nekem az megy a legjobban, és egy érvelések is nagyon örülnék, az, ami még nagyon megy. Viszonylag sokat készültem, de hála a két fantasztikus magyar tanáromnak, a 8 év alatt sikerült felkészíteniük a mai napra. Én a novell elemzésben reménykedek mindenképpen, az megy szerintem nekem a legjobban. Illetve hát a ballagás óta inkább a lelki feltöltődésre koncentráltam, de átnéztem szempontokat is. De hála az égnek, maga biztosan állok hozzám, mert tökéletes magyar tanárom van az osztályfőnököm. A Ciszterci gimnáziumban 96-12. Osztályos írt magyar nyelv és irodalomból középszintű érettségit. Az épületben a második emeletre helyezték az érettségiket, mivel már nem kell tartani a pandémia alatt hozott intézkedést, a 10 fő per terem elhelyezést. Most 20 gyereket tudtunk leültetni, az ügyeletes tanárok mellett itt vannak a helyettes felügyelő kollégák is, a folyosós kollega, tehát duplán, ahogy a rendelet előírja, duplán, dupla létszámban vagyunk jelen. Nyilván a szakos kollégák a mai nap nem lehetnek itt, a délelőtti érettség ideje alatt, de délután pedig jönnek, mivel az oktatás délutánra helyeztük át. A feladatsor első részében nyelvészeti szöveget kaptak az érettségizők, egy szótár előszavát kellett elolvasniuk, amelyben szinonimák, más szótárak és szócikkek szerepeltek. A diákoknak 90 percük volt, hogy egy szövegértési és egy rövid szövegalkotási feladatsort megoldjanak. Az első feladatsor második részében a diákok iskolai memoriterekről írhattak érvelést, vagy diák önkormányzati tagként osztálykirándulásokról fogalmazhattak meg hozzászólást. A magyar érettségi második részében két feladat közül lehetett választani. Egy Szabó Magda novelláról írhattak esszét, vagy egy Janus Pannonius költeményt, és egy Juhász Gyula verset hasonlíthattak össze. A magyar vizsgákat kedden a matematika írásbelik követik. A Ciszterci gimnáziumban emelt szintű érettségét szerdán írnak majd a legtöbben, akkor 313 diákat számot történelem tudásáról.